korábban a családban senki sem sportolt, én vagyok az egyedül ilyen fekete bárány. Mindig is vonzott a sport, illetve örök mozgó voltam, de a szüleim inkább a tanulás irányába szerettek volna motiválni, és ezért úgymond bármilyen szerettem volna, bármilyen fajta edzésre eljárni, így meg volt tiltva, és inkább ők a tanulást helyezték előnybe. Aztán egy középiskolai mezőfutó versenyre kötelező volt testnevelés óra keretében kimennünk, és ott akkor egyik helytestő testnevelő tanárunk, a László atlétaedző szólított meg engem, illetve látott benne a fantáziát, és invitált, hogy kezdjek el nála edzeni, közép és rövid távra. És mondtam neki, hogy ha már el is kezdenék atletizálni, akkor csak is a hosszabb távok felé, mert engem az vonzott mindig. Korábban már azért kitűnt, hogy a Cooper felmérőkön én voltam a legjobb, illetve hogy talán lehetne valamit kezdeni, de nem lett ebből komolyabban semmi eddig. És a mostani edzőmnek, Németh Károlynak mutatott be, mert úgy gondolta, hogy kell lenne, és úgy mondta, hogy kell lenne, hogyha veszendőbe mennék, és úgy kezdtünk el, akkor 16 éves voltam, tehát elég későn kezdtem az atlétikát, az edzéseket, és hát ennek következtében nagyon nagy lemaradásban is voltam nagyon sokáig. A mai válogatottnak is elég nagy hányadát adják ez a korosztály, ez a 86-os, de szépen hónapról hónapra fejlődtem, illetve élveztem az edzéseket, nagyon jó volt a csapat, jó volt együtt edzeni, és így szépen lassan jöttek az eredmények szerencsére. Sportban igaz, sok olyan személy van, akinek a teljesítménye vagy az elért eredményei példakövetőek, de általában én inkább szüleimet szoktam megemlíteni, mint példaképek, akitől úgymond nem is a tehetségemet, mert nem érzem magam tehetségesnek, csak a kitartásomat, illetve az elszántságomat örököltem, így őket tudnám így, mint példaképet megemlíteni. Kis gyerekként én focista szerettem volna lenni nagyon. Egész nap kint a kertben futballoztam, és így teljesen véletlenül csöppentem így az egyéni sportágok világába, az atlétikába, de nem bántam meg, mert gyakorlatilag itt minden eredmény csak rajtam múlik, illetve valamilyen szinten az edzőmön is. Itt magadra vagy utalva. De magamra vagyok utalva, bár gyakorlatilag kicsit megszoktam ezt cáfolni, mert mégis egy csapatsportnak is nevezhetjük, mert egy jó atlétának igaz egy jó egyesületben jó csapata is van, akik segítik, illetve motiválják, és úgymond az edzéseket is segítjük egymást, felvezetjük egymásnak, és azért egy jó teljesítmény elérésében ez is nagyon sokat számít. Igaz, hullámvölgyek mindig vannak az életben, ugyanúgy a sportban is. Nem mindig jön ki az eredmény, illetve a forma, bármennyire is szeretnénk, illetve akarjuk azt. Ezt át kell vészelni, ezt az időszakot, előre kell tekinteni, és dolgozni tovább, és a munkának úgy gondolom meg lesz az eredménye. Hogyha az életkoromat tekintjük, akkor már úgy gondolom az utolsó harmadban, bár az ultrafutással is kacérkodtam az elmúlt években, kisebb-nagyobb sikerekkel szerencsére, és ahhoz a távokhoz még most is elég fiatal vagyok, úgy érzem, úgyhogy, és ott is szeretnék még nagy sikereket elérni, tehát gyakorlatilag ezt ki lehet tolni még jóval ezt a ciklust, hogy az ilyen sportot abba hagyjam. De hogyha most csak a maratonfutást tekintjük, amire most készülök, akkor gyakorlatilag majd a vége felé járok ennek a hosszútávfutó karrieremnek, és aztán jöhet az ultrafutás, úgy gondolom. De itt például egy kudarc élmény esetén inkább az edzőmre, illetve csapattársakra, barátokra hagyatkozhattam, akik tovább lendítettek és a távolabbi célokra fordították a figyelmemet, és így könnyebb volt ezeken áthidalni ezeket a kudarcokat. Próbáltam ezt magamban mindig pozitívan felfogni, igaz ezekben a mély völgyekben, amiben belecsöppentem, hogy előre kell tekinteni és tovább dolgozni, és jó lesz. Nem lehet mindig sajnos jól futni, jól teljesíteni, és mindig lesz jobb, csak csinálni kell tovább. Volt igaz, nem
most 13 éve atletizálok versenyszerűen, és volt ilyen nem egy verseny. A legnagyobb kudarcok talán 2012-ben a londoni olimpia előtti kvalifikáció nem sikerült. Az volt, ami úgy át kellett, az egy hosszabb folyamat volt, hogy azon átlendüljek és újra távolabbi célokat tűzzek ki, és akarjam csinálni tovább komolyan ezt a sportot. Szerencsére a sérülések minimálisan hátráltottak csak a sportpályafutásom alatt. Ennek örülök is, tehát egy kicsit szerencsésnek is érzem magam, hogy ezek így elkerültek. Bár a tavalyi év az elég kemény volt, mert egy ultrafutás alkalmával az Ultra Balatonon szerettem volna egyéniben teljesíteni, illetve jó eredményt elérni, és 157 kilométernél kellett feladnom a versenyt, és ott összettem elég komoly sérülést, egy elég makacs hüvelygyulladást, amivel 4 hónapig küzdködtem. Minden gyógyszer, minden kezelés hatástalan volt, és gyakorlatilag pihenéssel, illetve gyógyszerekkel végül tudtuk ezt orvosolni. Ez nehéz volt átlendülni, de sikerült is.